Sziasztok! Üdvözöllek titeket a legújabb videómba, ami félig egy ilyen vásárlós, félig egy ilyen haul videó lesz, ugyanis megnyílt Pécelen a Rossmann, ami eddig készült, két hónapot csúszott, szóval már előbb csináltam volna belőle videót, de nem sikerült, mert nem nyitott meg. De most végre megnyitott, szóval megyek bevásárolni, és megmutatom nektek, hogy mi kapható ott, mekkora, és hogy én miket veszek ott, és miket szoktam használni, amiket ott veszek. Szóval én el is készültem, felvettem új szoknyámat. Mindegy, ez egy ilyen mini kort szoknya, amivel obszesz vagyok, és leárazásul vettem, szóval nagyon örültem, szóval meg is, mert már kinyitott az üzlet, szóval elsőként akarok odaérni, és bevásárolni mindent. Ebből biztos veszek már akciós. Ezek itt mind kézápolók és fertőtlenítők voltak. Sok-sok hajfesték. Szerintem a kedvenc részem az az ékszeres és kiegészítős rész volt, mert az nekem nagyon tetszett, és én obszesz vagyok mostanában velük. Aminek én nagyon örültem, az a nagyon-nagyon sok sminkes márka, mert én nagyon szeretem őket mind kipróbálni. Nagyon jól nézek ki. Parfümöt most nem vettem, de amúgy nagyon szeretem őket nézegetni. Illatosítók és háztartási cuccok is voltak. És itt a kedvenc részem. Ezek baba dolgok. Ez meg itt egy ilyen beauty rész, nem biztos veszek. Ez pedig az arcápolók része. Lassan már kívánom egy új fésült is. Most nagyon drágák, szóval ezt lehet. Na, megvettem konkrétan a fél életemet, komolyan. Elköltöttem az összes pénzemet. Szóval csóron maradtam. De megértem, mert egy csomó jó dolgot találtam. És nagyon sok mindent vettem, amik nagyon jók, és szerintem nagyon pár még hasznos is. Oké, vettem olyan dolgokat, amik igazából nem érnek semmit, és teljesen fölöslegesek. De live-ban vagyok, szóval nekem meg kellett vennem, amit láttam. Szóval megyek hazafelé, és ha hazaérek, akkor bemutatom, hogy miket vettem. Ez nehéz. Televásároltam egy egész zacskót, szatyrot, tök mindegy. Mindenféle jó lesz, szóval most megmutatom, hogy miket vettem. Szerintem először kezdek a kajákkal, mert hát azokat is vettem. Először is szójagranulátom. Azt mostanában sokat eszek, mert reméltem, hogy rohadt jó. És mondjuk ilyen vegán burítóba szoktam tenni, meg tehetek tésztába is, mert hát azt húztam legutoljára, és hát azt is fogok csinálni. Szóval ezért vettem, mert az mostában nagyon fogyandó. Ezt múltkor valaki lenyúlta tőlem, de nagyon meg akarom kóstolni, szóval találtam egyet, és meg kellett vennem. Igazából
ez a foodie free márka humusz, meg lencse, meg hajnál chips, ezek a kedvenc chipseim. Ezek a legeslegjobb chipsek az egész világon, de komolyan. Szóval, hogyha ilyet találtok, ezt mindenképpen kóstoljátok meg, mert vegán és ilyen mindenmentes. Szóval, ó, és most láttam, hogy mentes díje kapott 2020-ban. Ezt eddig nem is tudtam. Na mindegy, ez rohadt jó, szóval ezt mindenképpen megyek. Találtam ilyet, ezt így megláttam, és igazából ez ilyen kis gyerekeknek való cucc. Oda van írva, hogy kit, mondjuk még én is gyerek vagyok. De itt van egy kis baba a háttérben. És gondolom, hogy ilyen pici babáknak való, de megláttam, és olyan cuki volt, szóval ezt meg kellett vennem, szóval alma tudat. Aztán van nekünk itt három zapkásán, egy kakaós kókuszos, ilyet még sose kóstoltam, és ezt a kettőt szintén sose kóstoltam. Ez ilyen almás, nem tudom, igen, almás mandulás, ez meg csiamagos vaníliás, ezeket még sose kóstoltam, és nagyon rá vagyok most függve az akvásákra, van itthon egy csomó, de tényleg sok van most ott itthon, mert nagyon rászoktam, ezt hozzáadott cukor, mert de jó, de mindegy, szóval ezek igazából, szóval már félig nem fear food a zapkása, de ezek 200 kalória fölötti zapkásák. Bőven 200 kalória felettiek. Amiktől még félek, mert eddig csak 100 kalória feletti, ilyen 100-200 közötti zapkásákat ettem. Abból is a kevesebb kalóriás fajtát, viszont ezek 200 több mint 200 kalóriásak. Szóval egy jó challenge lesz, és már nagyon várom, hogy megkóstoljam őket, mert igazából egy jó reggeli, és csak azzal tudom nyugtatni magam, hogy ez csak étel, és nem kell tőle félnem, mert konkrétan ez csak egy sima reggeli. Szóval menjünk is tovább, ne is ezzel foglalkozunk, mert ez most nem egy ilyen anorexiás, pszichológiai videó, hanem egy haul. Szóval az utolsó kajánk, mármint az enyém, az egy vegán kolbász. Pontosan? Egy vegán kolbász. Ezt így megláttam, és már nagyon-nagyon régóta ki akarom próbálni. Szóval, hogyha gondoljátok, valamelyik videóba belerakom, mondjuk most a következő Fear Food Challenge-be belerakhatom, vagy ilyenek, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, mert amúgy nagyon jól néz ki, és biztos finom, mert én régen nagyon szalámi és kolbász rajongó voltam, azt tudnélik rólam, és ez biztos, hogy nagyon finom lesz, szóval menjünk is tovább, több kaja nincsen, már csak ilyen szépségápolási cuccok vannak, meg ilyenek. Nézzük csak, vannak ilyen hajcuccok, találtam egy ilyen kaki színű hajpántot, igen, mert eddig van belőle egy sötét színű, és ez amúgy a szoknyához, amit ma felvettem a videóba, nagyon megy, konkrétan ugyanolyan színe van, szóval ez nagyon jól fog hozzáilleni. Rózsaszín hajgumi. Nekem ez kellett. Kitaláltam, hogy színes hajgumikkal fogom fölkötni mostantól a hajamat, nem az unalmas barnákkal, feketékkel, és találtam ilyen cuki, konkrétan ez a kedvenc színem, igen, mert én rózsaszínimádó vagyok, ez a kedvenc színem, és muszáj volt megvennem. Igazából nagyon sokféle volt, meg gondolkoztam csatokba, de azt talán inkább sínről rendelnék, szóval lesz színes haul is, de azt ne feledjétek. Aztán van még hullámcsap, mert ebből igazából vettem már, de eltűnt az összes, vagyis hát nem találtam, szóval vettem újat. És találtam fülbevalókat, nagyon-nagyon sok szépet találtam, de egynél kellett dönteni. Ha, ez van az élőben. Mi van ezzel?
Jó, megvan. Csillagos fülvalót, mert ezt így meg... Voltak ilyen virágosak, meg ilyen kövesek mintások, de valami olyasmit akartam menni, amilyen még nekem nincsen. És hát csillagos fülbevalóm nincsen, szóval ezt a kis cuki párocskát megvettem, és nekem már nagyon tetszik, biztos, hogy sokat fogom hordani. És akkor már csak ilyen szépségápolási cuccok vannak. Először is az arcmaszkok. Ez le volt árazva egy ilyen szem alatti karikás elleni, ez értelmes mondat volt. Maszk? Szemmaszk? Valami ilyesmi, nem tudom. Mindegy, és... ez is koreai! Akkor két koreai arcmaszkom van. Imádom a koreai skincare-t. Karácsonyra is azt kaptam, egy ilyen tónert, meg maszkot, meg ilyenek, az is koreai volt, és én obszeszt vagyok a koreai skincare-re. Szóval ezt nem is tudtam, hogy koreai. Valamilyen nem láttam, pedig elolvastam. De ez is koreai, és ez is koreai. Ez egy kollagén maszk, ez meg egy ilyen eprás, hidratálós, bőrfeltöltős, ez meg ilyen bőrnedvesítős, mármint hogy ne legyen kiszáradva az arcom. Szóval ezeket vettem még. Ez szintén le volt árazva, ezt mutattam is, egy cseresznyevirágos szappan, mert én a környezettudatosság híve vagyok, és elkezdtem szappannal mosakodni. Meg azért is, mert szeretek szappannal mosakodni, de ilyen dolog. Nagyon jó illata van. Kicsit félek, hogy ki fog irritálni a bőrömet, de remélem, hogy nem. Bár csak meg tudnátok szagolni, mert nagyon jó. Aztán ilyen bőrtisztító tapaszt. Nekem nagyon miteszeres az állam és az orrom. Ha látjátok, itt van is egy ilyen szétkapott pattanás, meg ilyenek. És hát nem szeretem, meg itt is. Szóval ez a három rész itt ebbe a vonalba nagyon miteszeres az arcom, és ilyen, nagyon nem szeretem. És már ezernyi ilyen tapaszt próbáltam, de még egyet se találtam jónak. Szóval... ezt nagyon remélem, hogy jó lesz. Kedvenc szempillaspirálom, ami már fogyóba volt, ez a Blush Princess az Essence-től, ezer éve ezt használom, és nekem nagyon bevált, szóval szerintem ez a legjobb, és ha gondoljátok, akkor ilyet vegyetek, mert ez a legjobb. És még az Essence aztán meg is fizethető áron van, szóval ez nagyon kellett nekem. Egy kézkrém, mert nekem ki szokott száradva lenni a kezem. Én igazából van gyógyszeres krémem, de azt nem akarom mindig használni, mert az gyógyszeres. Szóval vettem egy ilyen aloe verás kéz és köröm balzsamot. Azt írja. És szerintem ez nagyon jó lesz, és szerintem még irritálni sem fogja a kezemet. Vettem egy ilyen sminkpamacsot, mert ez már nagyon régi volt és nagyon koszos. Ajakbalzsam, mert ezt már nagyon régóta szeretnék, és nekem sokszor kiszokott lenni száradva a szám, szóval ez is kellett. És ez történetesen barackos. Volt epres, meg aloe verás talán, de ez a barackos, ez nagyon tetszett. És ez biztos jó. Igazából... Mindegy, ilyen. Nagyon jó illata van. Aztán még van egy rúzs. Ez ilyen Rival Me is, és ezt tetszett a legjobban, ilyen színű. Próbáltam egy csomót, a legtöbbet már lemostam, de azt mutattam a videóban, hogy milyen sok minden van a kezemben, szóval egy ilyen rúst beszereztem még. Ilyen nem még sosem volt, szóval kíváncsi vagyok rá. Egy
ilyen nude rózsaszínes körömlak, mert kitaláltam, hogy kifestem a körömmel, bár mondjuk most elég ronda, mert letört az összes, és amúgy nekem eleve ronda a körömmel. De kell. És a kedvencem hajszérum, ami festett hajra jó, és ez azt csinálja, hogyha így rá belemasszírozod a hajadba, akkor megtartja a festéket, mert ha nem látnátok, nekem be van festve a hajam, ugye? De most kicsit kiment a színe már, és nekem mindig nagyon hamar kimegy a színem, szóval ezt így meglátom, ha kell. De ennyi lett volna, ennyit vásároltam, és amúgy nagyon-nagyon tetszett ez a Rossmann, és biztos, hogy meg fogok venni, szóval, hogyha szeretnétek, még csinálok ilyen bevásárlós haulokat többet, mert ezeket én is nagyon szeretem csinálni, és én élek halok a bevásárlásért. Szóval, hogyha gondoljátok, csinálok még ilyeneket. És ennyi volt ez a videó, szóval köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, lájkoljatok és iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban, szóval sziasztok!